Sziasztok! Ismét jelentkezünk, egy régi adósságot szeretnénk letudni. Ha minden igaz, nem is egy, hanem két részben, mert egybe kicsit hosszú lenne. A dupla kuplungos váltókról beszélnénk. Korábban ugye már beszéltünk a CVT, a fokozatmentes váltókról, az égszíjas fokozatmentes váltókról, beszéltünk a hagyományos automatákról, ugye a hidrodinamikus nyomatékváltós bolygóműves automatákról, de a dupla kuplungosokról nem. Pedig érdekes szerkezet, ráadásul magyar vonatkozása is van. Én ezt nem is tudtam, nemrég sikerült rábukkanni. Érdekes, nem is láttam, hogy nagyon mások felemlítették volna. Egy Szolfrit Imre nevű magyar úriember volt az egyik első fejlesztője annak a rendszernek, amelyik tulajdonképpen ma az autókban megtalálható. Ő akkor, ez egész pontosan olyan 50 évvel ezelőtt történt nagyságrendileg, ő akkor már a Porsche tervező irodáiban dolgozott, ott fejlesztette ki a Porsche versenyautói számára az első dupla kuplungos váltót. Tehát jegyezzük meg a nevét, talán bár kicsit németes, tehát ugye nem volt a német nyelvterülettől idegen, Szolfrit Imre. Sajnos nem sokat lehet róla megtalálni az interneten, de a szabadalmai megvannak, valamint a dupla kuplungos váltóról szóló német Wikipédia oldal megemlíti őt név szerint. A dupla kuplungos váltók fejlődése, kialakulása szerintem egy érdekes történet, tehát talán ezen keresztül próbálom elmesélni azt, hogy hogyan működik legelőször is. Ugye azért fejlesztették ki a Porsche-nál, és azért kísérleteztek vele, mert gondolták, hogy gyors lesz a váltó. Ráadásul volt egy másik olyan elképzelés szerintem, ami szerintem mindenkit izgatott már szinte a kezdetek kezdetétől, főleg azután, hogy az automata váltók megszülettek. Ugye voltak az automata váltók, a hidrodinamikus bolygóműves automaták, nagyon sokan megszerették őket, ugye annyira, hogy Amerikában például és Japánban kiszorították a kézi váltót szinte teljesen. Csak egy baja volt ezeknek a váltóknak, ugye mindenki tudja, a mai napig benne él a köztudatban, pedig ma már annyira nem igaz, hogy nagyon megnövelik a fogyasztást. Egyébként nekem is volt ilyen tapasztalatom, nekem volt egy 1979-es Opel Kadett C-m, 1.6-os 75 lóerős 3 fokozatú automatával, 13 litert fogyasztott 100 kilométeren, szabályosan látni lehetett a benzinmérőn, ha így ment fel az ember egyenletes, mondjuk akár csak 80-90 km/h sebességgel is, ahogy fogyott a benzin, mert a tank elég kicsi volt. Tehát ugye az automata váltónak volt ez a gondja, és sokakban fölötlött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a kézi váltót tudnánk automatizálni. Milyen jó lenne a kézi váltót automatizálni, aminek sokkal jobb a fogyasztása, ugye csak annyit kéne megoldani, hogy a kuplungot működteti egy szerkezet, meg a fokozatokat váltogatja egy másik. Ugye erre is voltak kísérletek, hogy száraz kuplungos megoldása, tehát teljesen hagyományos váltókat, 5 és 6 fokozatú váltókat próbáltak robotizálni. Csinálták a Peugeot, a Citroën, a Smart, a Toyota, de igazából egyik se vált be. Sem akkor, sem azóta igazából, ezek, amennyire én tudom, ki is haltak, tehát ma már ilyet nem is lehet kapni. Helyette megjelentek a dupla kuplungos váltók, nem véletlenül. Szerintem az lehetett valahogy a fejlődés útja, kivéve persze ezt a Porsche vonalat, hogy megpróbálták először a többtárcsás olajban futó kuplungot, vagy legalább a többtárcsás kuplungot betenni a sima egytárcsás száraz, egyszerű száraz kuplung helyett, mert azt mégiscsak finomabban lehet kapcsolni, ugye erre példák a motorkerékpárok, amikben nagyon régóta ez működik, itt rajzoltam is gyorsan egyet, hogy hogy néz ki, mert ezt szerintem a múltkor nem tudtuk megmutatni, nem túl bonyolult szerkezet, de azért nem olyan egyszerű legyártani, tehát bonyolultabb és drágább szerkezet, mint egy egyszerű egytárcsás száraz kuplung. Tehát van benne olyan kuplungtárcsa, ami kívülfogazott, olyan kicsit, mint egy fogaskerék, van benne belülfogazott, ez általában csak egy sima acéltárcsa, azért próbáltam ilyen betétanyagokat rárajzolgatni, és ezt beteszik úgy egy házba, ha úgy tetszik, hogy van egy kosár, ami kívül olyan hosszanti vájatok vannak, ami pont így ráilleszkedik a fogazatára a tárcsának, és van egy belső agy része, az a kimenet tulajdonképpen, legtöbbször legalábbis, amire pedig az acéltárcsát lehet így ráhúzni. Ezeket a tárcsákat, itt a színeket is jelöltem, tehát itt van a külső fogazású tárcsa zölddel, a belső fogazású kékkel. Ha ez ugye lazán van ez a szerkezet, akkor nem tud átvinni komoly erőt, ha ezt megfogom ezt a tengelyt, akkor ez üresben elforog. Ám ha összenyomom, akkor ugyanúgy, mint egy rendes kuplung, száraz kuplung szépen összezáródik és viszi át a nyomatékot.
Egyébként a motorkerékpároknál is azért szeretjük, mert kis méretben, kis átmérőn képes nagy nyomatékot átvinni. Az olaj ráadásul, ha olajban fut, hűt is. Nagyon sima kapcsolásokat lehet vele végrehajtani. Az a jó benne, hogy például a motorkerékpárban ezért nem kell szinkron gyűrű a kapcsoló szerkezetekben, legalábbis én így tudom, mert ez ezt ellensúlyozza. Tehát, mi lenne, ha ilyet tennénk föl egy kézi váltóra, mondjuk egy 5 fokozatúra, az a baj, hogy ez se vált be. Kiderült, hogy ez sem tud olyan sima kapcsolásokat hozni. Ugye sokan emlékeznek talán a smartwatch-ra, hogy így bólogattak benne az emberek minden váltáskor. Ugye erre mondják azt, hogy megszakad az erőfolyam, mert ugye a kuplunk szétnyílik, és nem tudták érdekes módon annyira finomra kialakítani a kapcsolást, hogy a kuplunk zárását, nyitását, főleg a zárását, hogy szépen folyamatosan gyorsuljanak az autók, főleg akkor, ha egy kicsit vehemensebben próbáltunk gyorsítani. Volt egy olyan közép tartomány, de egy viszonylag szűk tartományon viszonylag finoman kapcsoltak ezek a szerkezetek, de akár merre kitértünk belőle, nem működtek. Ezután jöhetett az az ötlet, hogy ötvözve a dupla kuplungos elgondolást, a folyad ezzel a olajban futó többtárcsás kuplunggal, talán meg lehetne oldani a problémát, és így volt, sikerült, ugye ez meg kell említeni, hogy Volkswagennek sikerült először, szerintem a nemrég elhunyt Ferdinand Piech hajtotta ki ezt a mérnökökből. Ugye az elgondolás az volt, hogy így egy olyan automata váltót tudunk csinálni, ami egyrészt takarékos, ugye nincs meg benne a hidrodinamikus nyomaték váltónak ez a csúszása és az azzal járó vesztesége, ugyanakkor, hogy ugyanolyan kényelmes. Tehát azt találták ki, hogy két ilyen többtárcsás kuplungot tesznek, és amikor az egyik nyit, akkor a másik zár, és egy sokkal simább átmenetet lehet, sokkal kevésbé szakad meg az erőfolyam, hiszen miközben az egyik nyit, a közben a másik zár is, csak ugye itt az a probléma jött, hogy lehet ezt összerakni. Tehát a sima egytárcsás kuplungot egyszer rátették a váltónak a bemeneti tengelyére, és kész. Körülbelül úgy, mint ahogy itt is megpróbáltam lerajzolni, ez egy ilyen elvi sémája próbál lenni egy dupla kuplungos váltónak. Ugye itt van a két kuplung, mind a kettő többtárcsás jelen esetben. Ugye tudjuk, hogy később azért száraz kuplungra is sikerült megoldani, bár nem tökéletesen, mert szerintem a érezhető a különbség a sima száraz kuplungos kapcsolása és a többtárcsás kapcsolása között, ami sokkal finomabb. De hát itt ez tulajdonképpen egy darab sebességváltó, egy darab kuplunggal, 3 fokozatú váltó, és úgy lehetett összehozni, hogy az egyik nyisson, a másik zárjon, tehát ez a sima kapcsolás létrejöjjön, hogy mintha két váltót tennénk be az autóba. Ugye mind a kettő egy 3 fokozatú váltó, mind a kettőnek van egy kuplungja, kapnak egy közös meghajtást mondjuk a motortól. Mondom, ez egy elvi ábra akar lenni, de én szerintem ez akár működne is. És ugye az a trükk, hogy a két váltó nem egyforma. Itt próbáltam is úgy rajzolni, hogy egy kicsit hogy látszódjon, hogy azért az áttételek eltérőek. Az egyik váltó tartalmazza a páratlan fokozatokat, a másik pedig a páros fokozatokat. Mi történik, amikor egy ilyen dupla kuplungos autót használunk? Ugye elindítjuk, az indítás az N vagy P állásban történik, ugye ez ugyanolyan választókar jár, mint egy automata váltóhoz. Ez kicsit csapda egyébként használatilag szerintem, majd lesz szó arról is később, hogy milyen gondok, problémák, mik a különbségek a hagyományos automata és a dupla kuplungos automata között. Tehát ugyanolyan választókarja van benne az autóban, mint egy automata váltónak, N-be vagy P-ben ugye indíthatjuk az autót. Ilyenkor a váltók üresben vannak, a kuplungok zártak, tehát nyugodtan bejöhet a hajtás ki, nem megy semmi. Ugye a váltó teljesen olyan, mint egy kézi váltó, tehát ugye megint ezt is próbáltam azon, hogy a kimenő tengelyen rögzítve vannak a fogaskerekek, a bejövő tengelyen, amit a kuplung hajt be, tulajdonképpen a kuplungról jön be a hajtás, ott szabadon állnak a fogaskerekek, és úgy tudjuk beiktatni az egyes fokozatokat, hogy ezeket a kapcsoló szerkezeteket, kapcsoló hüvelyeket ugye rátoljuk a fogaskerékre. A kapcsoló hüvely az viszont egy ilyen bordázaton keresztül kapcsolódik a tengelyhez szilárdan, tehát abban a pillanatban, hogy ezt ide kapcsolom, már össze is kapcsoltam a tengelyt a fogaskerékkel, megy át a hajtás, és már megy is kifelé a kerekekhez. Mondjuk hátramenetet nem rajzoltam bele, az még lehet, hogy illett volna, de itt én ezt tartottam lényegesnek, hogy az alap működést tisztázzuk. Tehát mi történik? N-be vagy P-be indítunk, motor jár, üresbe vagyunk, kuplungok zártak. Amikor
rálépünk a fékre és a választókart áthúzzuk D-be, akkor a kuplungok oldanak, és egy kapcsoló szerkezet, ami lehet hidraulikus vagy elektromechanikus, az beiktatja az első fokozatot. De nem csak azt, itt jön a nagy trükkje a dupla kuplungos váltónak, hanem egyből a másodikat is. Tehát egyszerre tulajdonképpen két fokozatot kapcsol be. Amikor lelépünk a fékről és elkezdünk gázt adni, akkor az automata szerkezet, tehát ugye a kuplungokhoz is automata működtető szerkezet van, az elkezdi zárni a páratlan váltónak a kuplungját, tehát szépen így az egyes fog, akkor így már a nyomaték át tud jönni a kuplungon, rámegy szépen a behajtófogaskerékre, a kihajtó, és szépen kimegy a hajtás a kerekek felé. A második fokozat közben be van iktatva, de mivel a kuplung nyitva van, ugye fontos, hogy ez a kuplung ez nyitva maradt, itt ez a rész tulajdonképpen, ez, ha úgy tetszik, annyit forog, amennyit itt ugye visszahajt, de nem zavar minket, hiszen a fogaskerék szabadon elforog a tengelyen, illetve a kuplung nyitva van, illetve itt az a fontos, bocsánat, hogy a kuplung nyitva van, mert ugye a kettest azt mondtam, hogy már beiktattuk, tehát nem feszül össze a rendszer. Na most utána jön a varázslat. Amikor a egyesből kettesbe kell váltani, akkor ez a kuplung elkezd oldani, de azzal együtt a másik kuplung elkezd zárni, és szépen már át is kapcsoltunk a másodikba, és az még érdekes, hogy miközben itt a kuplung kinyit, itt már az egyesből átkapcsol a harmadikba, tehát ha tovább gyorsulunk, akkor ez a kuplung kiold, ez a kapcsolóhüvely kapcsolja a harmadik fokozatot, utána ugye ez a kuplung bezár, az kinyit, ez viszont kapcsolja a negyediket, és így szépen lehet a fokozatokat egyenként, itt tehát oda-vissza ugrálva kapcsolja föl szépen a fokozatot. Ez tulajdonképpen a dupla kuplungos váltóknak a működési elve, ami még nagyon jó, és ezért is volt jó sportkocsikban, tehát ezért gondolkoztak sportkocsikban ezen, mert nagyon gyors a felfele kapcsolás. Tehát ugye csak annyit kell csinálni, mert egyszerre két fokozat van beiktatva, tehát mondjuk, hogy az egyes, kettes vagy kettes, hármas, hogy csak annyit kell csinálni, hogy az egyik kuplung old, a másik zár, és már is egy új fokozatban vagyok. Én úgy emlékszem, hogy már a legelső ilyen dupla kuplungos váltó 0,2 másodperc alatt tudott váltani, de igazából le lehet menni 0,1 másodperc alatt, most nem is tudom mennyi a rekordidő, de talán még annál is gyorsabb, tehát bőven 0,1 másodperc alatt van, ahogy ezek tudják dobálni fölfel a fokozatokat. A gond egy kicsit, és ezt akkoriban egyébként érdekes, hogy elég lassan jöttünk rá, visszakapcsoláskor van. Tehát kiderült, hogy visszakapcsolásnál előfordulhat, hogy akár 0,8 másodperc, tehát majdnem 1 másodperc a visszakapcsolási idő. Tudni, hogy mi történik, ha például hatodikba halad az autó, és lassítunk, és másodikba akarunk visszaváltani. Az a gond, hogy alapvetően ugye visszakapcsolásra számítva a váltó az ötödiket. Tehát egyszer a hatodik és az ötödik fokozat van beiktatva. Itt nyitva a kuplung, itt zárva a kuplung, tehát a hatodik fokozat működik. Csak ugye, ha úgy belassítunk, akkor mondjuk a másodikba kéne visszakapcsolni. A kettes az ugyanazon a tengelyen van, mint a hatossal. Ez ugye problémát okoz a kuplungok kapcsolásánál, ezért csak úgy tudja megcsinálni ezt a váltó, hogy először oldja a hatos kuplungot, ez zárja, beiktatja az ötödik fokozatot, majd utána egy újabb trükkel, ott már tud ugrani, beiktatja a második fokozatot, és megint vált a kuplungokon. Na, mire ezt lejátszotta a váltó, na ez volt 0,8 másodperc, úgyhogy ez nem volt annyira jó eredmény, ezt nem hangsúlyozták ki annyira, ugye azzal érveltek, hogy fölfele milyen jól kapcsol a váltó, ami például a 0-100 km/h gyorsulásokon is nyomot hagyott, tehát ezek az autók nagyon jól tudtak 0-100-ra gyorsulni, és valóban ezzel a megoldással sikerült azt elérni, megvalósítani végre, ez 2003 különben, tehát nem volt olyan régen, most, ahogy a film készült 16 évvel ezelőtt, amikor sikerült azt megoldani, hogy rendes kuplungunk van, ami teljesen zár, csúszásmentes, nem úgy, mint a hidrodinamikus nyomatékváltó fogaskerekes átvitel van, bár az automata váltóban sem rossz, hiszen ott bolygóműves fogaskerekes áttétel van, tehát a veszteség ott is kicsi, ott a fő problémát a hidrodinamikus nyomatékváltó okozza. Tehát rendes kuplungunk van, fogaskerekünk van, tehát a hatásfoka egy ilyen dupla kuplungos váltónak lényegében annyi, mint egy kéziváltóé. Miközben ugyebár olyan kényelmesen vált, és úgy működik, mint egy automata. Nem kell a vezetőnek semmit csinálni, két pedál van, egy gáz meg egy fék. Ha gázt nyomunk, akkor szépen dobálja fölfelé a fokozatokat, és gyorsulunk. Ha fékezünk, akkor előbb-utóbb visszavált, egyébként a majak már elég gyorsan visszaváltanak. Tehát teljesen automataként használható
az autó. Persze ezekkel szoktak kézi váltási lehetőséget is társítani, és ugye nagyon fontos megemlíteni, hogy ma már, illetve nem csak ma már, hanem ugye bő 10 éve létezik, száraz kuplungos megoldás, ahol ezt a két kuplungot száraz kuplunggal váltják föl, ezzel a teljesen hagyományos egytárcsás száraz kuplunggal, ami gyakorlatilag olyan, mint a két fém tárcsa közé tennénk be egy surlódó tárcsát, ha összenyomjuk, akkor átmegy a nyomaték, ha kinyitjuk, akkor nem megy át. Általában ugye a tárcsáról hajtjuk ki a váltót, és az egyik fémlap, ami ugye a hagyományos váltónál maga a lentkerék, ott megy be a kuplungba a nyomaték. Az egy sokkal olcsóbb szerkezet, egyébként szerintem egy ilyenről készítettünk is filmet, a Bárdi Autónak volt egy ilyen kiállítása, Future Auto, Autotechnica Future, valamilyen nével, bocsánat, hogy nem emlékszem rá, de ott mutattunk is, hiszen itthon gyártják ezeket a száraz dupla kuplungokat, itthon Magyarországon, még egy magyar vonatkozás. Amit még szeretném mondani, hogy ez egy elvi ábra, gyorsan fölteszek egy olyat, ami már közelebb áll a valósághoz, remélem, hogy sikerül gyorsan lejátszani a csereberét. De hogy a valóságban ezt azért egy picit bonyolultabban oldják meg, még mindig nedves kuplunggal, de majd mutatok száraz kuplungos megvalósítást is. Na, remélem rá tudom tenni a mágnest. No. Itt ugye az a trükk, hogy itt is megvan a két darab váltónk, itt van az egyik, itt van a másik, ugye két-három fokozatú váltó, itt vannak a páratlan fokozatok, itt vannak a páros fokozatok, és ugye itt a két kuplungot már egymásba építették tulajdonképpen valamilyen módon. Ugye látszik, hogy jön a behajtás. A belső kuplung az ugye áthajtva egy cső tengelyen keresztül meghajtja a páratlan fokozatokat. A másik, a jelen esetben a külső kuplung meghajtja a páros fokozatokat. És ugye attól függően, hogy a kapcsoló szerkezetek, a szinkronok mit kapcsolnak, attól függ, hogy melyik fokozat van beiktatva. Itt látszik, hogy ilyen kicsit furcsa, hát mondjuk én így rajzoltam, hogy itt van az 1-3-5, tehát ugye megint az játszik, hogy egyszerre ugye az 1-2, ha fölfele vált, akkor egyszerre az 1-2 van bekapcsolva, a kuplung old összekapcsol, az egyik kuplung old a másik kapcsol, és így tovább kapcsolja fölfele a fokozatokat, illetve úgy gyakorlatilag ugyanezt játssza le visszafele is. Ami miatt ez a váltó annyira így ebbe a formában nem elterjedt, az Audi használja különben és a Porsche váltójához hasonlít, hogy nagyon hosszú. Ugye egymás mögött van a két váltó, ez elsősorban hosszmotoros és hátsókerékhajtású elrendezésnél működhet. Egész egyszerűen azért, mert hosszú, ezért a két váltót úgy, mint az előző ábrán is volt, megpróbálják egymás mellé tenni, úgy már befér egy keresztmotoros elsőkerék hajtású autóba is. Van is egy ilyen ábrám, most akkor megpróbálok mindent megmutatni, ami csak van, csak azért nem akartam ezzel nagyon bombázni senkit, mert elég bonyolult egy ilyen szerkezet, tehát itt nagyon egymás hegyén hátán vannak a tengelyek és a fogaskerekek, ugye itt van a dupla kuplung, ez szintén ilyen olajban futó több tárcsás szerkezet, ha minden igaz, olajban futó, de lehet akár száraz is, de én úgy tudom, hogy olajban futó szokott lenni, hiszen az jobban van hűtve, jobban bírja a terhelést, és itt látszanak a különböző tengelyek, hogy oda-vissza, tehát itt azért komplikáltabban van megoldva, ugye ha jól látom, akkor a zöld, nincs rajtam a szemüvegem, ugye a zöld rész mutatja a páros fokozatokat, a piros a páratlanokat, de itt is egy ilyen csőtengelyes megoldást látunk. Mutatok még egy száraz kuplungosat, ez egy száraz kuplungos megoldás, itt is látszanak a tengelyek, ugye itt is csőtengelyes a megoldás, látszik, hogy itt a kék, ez így egy szép hosszú tengelyen belül a zöldön keresztül fut át, meg kell néznem a páratlan fokozatokhoz, ez már egy 7 fokozatú váltó, tehát ez már úgy látszik, hogy hát igen, mert ugye tudjuk, hogy a Volkswagen, amikor az első váltó, az ugye több tárcsás olajban futó kuplungokkal volt, és 6 fokozatú volt, a száraz kuplungosnál már 7 fokozatot csináltak, de ma már van 8 fokozatú váltó, és ugye itt van a két kuplungtárcsa, ezzel a barna színnel jelölve, ugye itt hajt be tulajdonképpen a lentkeréken keresztül a motor, és ha jól látom, igen, és adja át a kuplungon keresztül, ugye a tulajdonképpen két, itt megint csak valamilyen szinten egymás mögött elhelyezkedő váltónak, de látszik, hogy ez nagyon zömítve van a szerkezet. Még itt van, hogy ezt még megmutatnám, csak azért egyébként ez korábban kellett volna. Itt látszik az a váltó, ami nagyjából olyan, mint amit ott lehet látni. Tehát, hogy itt van az, ahol a dupla kuplung itt van elől, ugye megint a csőtengely kívül kék, belül a zöld, és egymás mögött van a két váltó. Tehát látszik, hogy itt vannak a páros fokozatok, itt vannak a
páratlan fokozatok, így haj tovább. Itt, ha minden igaz, egy torzen differenciál van, ez ugye ez egy, látszik rajta, ez egy, az Audi S-troniknak a rendszere, ugye összkerékhajtásra kitalálva, itt látszik a kihajtása az első keréktenger, az első, első kerekhajtásához, ez pedig a megy hátra a kardánhoz a hátsó kerekekhez, de abba elfér. Tehát egy Porsche Panamerába, egy az Audikba, ugye hosszá, a nagy Audikba, ahol hosszában áll a motor, ott ez a szerkezet elfér. Hát körülbelül ennyit gondoltam, még talán azt megmutatnám, találtam egy ilyen ábrát, hogy nem is ábrát, hanem táblázatot, ami nekem érdekes volt, egyébként vicces, pont most pillantottam rá, azt mutatja, hogy hogyan alakulnak itt egy BMW-re vonatkoztatva a fogyasztások. Például én erre az ábra nem tudom, jól látszik-e, még kibologat, úgyhogy látszik, hogy ilyen fogyasztások alakulnak ma a váltókon, hogy ez a kézi váltó, az automata váltó és a dupla kuplungos váltó, ugye az fogyaszt a legkevesebbet. Ugye az a másik, ami a dupla kuplungos váltók mellett szólt, a kifejlesztésük mellett, hogy valóban ez, hogy csökkentik a fogyasztás, ugye sokkal kisebbek a veszteségek, mint a hidrodinamikus nyomatékváltós bolygóműves hagyományos automatáknál. És ugye ez azért volt érdekes, mert mindenhol jött a nyomás, hogy csökkenteni kell a fogyasztást, csökkenteni kell a károsanyag kibocsátást, főleg ugye ez ugye már szabályzókban is megjött, hogy például ugye legutóbb 130 g-ba határozták meg korábban, illetve mostanáig a károsanyag, a széndioxid kibocsátást, ugye jövőre már csak 95 g-ról beszélünk. Tehát kellettek azok a megoldások minden szinten, amik a fogyasztást szorították le, és ugyanakkor akartak kényelmes váltót kínálni, tehát automata váltót, és ez volt a megoldás. Nagyon sokat tud a dupla kuplungos váltó, sokan alkalmazzák, de a következő részben azért meg elmondjuk, hogy milyen hátrányai vannak, vagy, és egyáltalán hogyan viszonyul például a legnagyobb ellenfeléhez a hagyományos automata váltóhoz képest, és azt is, hogy mire kell vigyázni, miért kell tudni, miért jó tudni, hogy az autóba ilyen vagy olyan váltó van, hogyan tudunk esetleg ártani neki akaratlanul is, mert olyat teszünk meg, amit például a dupla kuplungos váltó nem szeret annyira. Remélem, hogy ez is, hogy mondjam, élvezhető volt, vagy meg lehetett nézni, tehát sikerült talán érthetően elmagyarázni ennek a egyébként nem annyira egyszerű váltónak a működését, pedig ugye nem esik messze tulajdonképpen egy kézi kapcsolású váltótól. Ha tetszett, akkor nézzétek meg a többi videóinkat is, esetleg iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek.